Rossz döntésnek tartja Vitézy Dávid, hogy a kormány augusztustól megszüntett 10 hazai vasútvonalat. Vitézy szerint a MÁV-ot meg kellene versenyeztetni a többi szolgáltatóval a vonalak fenntartásáért. A közlekedési államtitkár a kritikára annyit válaszolt, idézem, Vitézy Dávidnak megártott a meleg. Vitézy Dáviddal beszélgetünk. Hát a nagy meleg egyikünknek sem tesz jót, de a MÁV problémái sem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Közlekedési szakember is volt államtitkár a vendégünk. Az, hogy a MÁV milyen állapotban van, az annyiból jogos viszontválaszt igényelt, hogy hát ez nem egy friss eredmény, nem egy friss helyzet. Ez gyakorlatilag, amióta én az eszemet tudom, állandó élcelődés témája, hogy milyen állapotban van a Magyar Államvasút. Ez most sem változott. Egyrésztről szerintem van, mire büszkének lennünk Magyarországon, a trianoni határok átrajzolását, 1968-ban egy nagy vasútbezáró kommunista, államszocialista közlekedési reformot, majd aztán a rendszerváltás utáni évek, és aztán a későbbi 2000-es évek megszorító csomagjait is túlélte egy elég jelentős európai összevetésben is kiterjedt, az országot behálózó vasúti hálózat. Erre szerintem legyünk büszkék, és arra is, az elmúlt 10 évben számos vasútvonalnak a felújítása, a budapesti elővárosban majdnem az összes vonatnak a lecserélése korszerű motorvonatokra megtörtént. Tehát azért van honnan kiindulni. Mai hír, nem fogok elveszni külföldi példákban, az ír kormány, ahol nagyon sok vonalat bezártak, bejelentette, hogy egy óriási expanziós programot kezdenek, és nagyon fontos vasúti vonalakat, amiket bezártak az elmúlt évtizedekben, most újra nyitnak, hogy lehetőleg minden ír ember férjen hozzá 5 kilométeren belül vasúti megállóhoz a saját lakókörnyezetébe, a legszegényebb vidéki régiókban is, nyilván nem csak a fővárosban. Ehhez képest ebbe az összképbe nagyon nem illik az bele, hogy most vasútvonalak bezárására kerüljön a sor. Én azt a szakpolitikai észrevételemet, hogy ez nincs megfelelően végig gondolva, és rossz irányba indultunk el, ezért mondtam el. Most ez a reakció, amit itt idéztek, én nem szeretnék személyeskedésbe belemenni, nem is ismerem az államtitkár urat személyesen igazán, tehát nem személyes vitánk van nekünk egymással, hanem azt gondolom, hogy egy szakpolitikai kérdés az, hogy Magyarországnak azt a megörökölt vasúti hálózatát, amit az elődeinktől megörököltünk, a szabad elhanyagolnia, vagy inkább építeni érdemes rá. És itt azért ezek a bezárt vonalak nem falvak között, dombok között tekergő, ilyen párutassal menő vonalak mind. Van egy-kettő ilyen. De benne van Miskolc és Tiszaújváros között, Magyarország egyik legnagyobb városát, a mellette lévő középvárossal összekötő elővárosi vonal. Benne van a Szegedet, Makóval, és Mezőhegyessel összekötő vonal, ami hát valójában a Szeged elővárosi vonal, a Makó és Szeged között a legfontosabb kapcsolat lehetne, ugyanolyan, mint a Hódmezővásárhelyi tramtrain. Itt ugye egy Tisza híd hiányzik, amit lebombáztak, ha azt a hidat nem közúti hídként építenénk újjá, mint hogy most ez szándék, hanem vasúti hídként is, akkor ez a vonal abszolút jövőképpen rendelkezhetne, vagy benne vannak olyan vonalak, ahol egyébként pont a trianoni határok, hogy mondjam, károkozását lehetne helyreállítani, például a Balassagyarmat-Ipolytarnóc vonal, ahol Balassagyarmat kormánypárti polgármestere is megszólalt a bezárás ellen. Ott van szándék a szlovák oldalról, magam is tapasztaltam ezt, hogy Losoncig újra nyissuk a vonalat, és az a kapcsolat, ami a trianoni határokkal szűnt meg, az újra helyreállhasson. De most ha Magyarországon mi bezárjuk a vasútvonalat, akkor erre esély nem lesz. Ugye a trianoni határok emlegetése az azért fontos ebben az összefüggésben, mert Hajdanában a vasúti rendszer úgy épült ki, hogy Nagy Magyarországra volt optimalizálva. Igen. És ehhez képest történt, ami történt, és hirtelen sehova se vezettek a vasútvonalak, tehát újra kellett gondolni, újra kellett építeni az egészet, ezt a magyarázatot, ha engedem, ha tegyem hozzá. Viszont az látszik, hogy ez nem csak a vasúti vonalak bezárása, hanem számtalan olyan projekt megszüntetése, vagy elhalasztása is napirenden van, sőt megtörtént, ami például önnek szívügye volt, és ami hosszú távú terv lett volna arra, hogy a magyarországi közlekedést egy kicsikét korszerűbbé, átgondoltabbá és környezetbarátabbá tegyük. Igen. Nekem szívügyem az is, hogy a vidéki kistérségeknek ezt a vasúti hálózatát megmentsük. Lehet, hogy nem pont ebben a stúdióban, de 2007-8 körül, amikor a Gyurcsány és a Bajnai kormány is nekiállt ilyen vasútvonal bezárásoknak, az én véleményem akkor is ugyanez volt, hogy egyszer nem szabad ezt egy ilyen nettó közgazdasági kérdésként kezelni, de egyébként, ha még úgy is kezeljük, nagyon sokszor becsapjuk magunkat, mert a pályát ugyanúgy fönn kell tartani, például Miskolc és Tiszaújváros között az egy villamosított vonal, ráadásul teherforgalom is van, sok más példa van, ahol teherforgalom is van, tehát a pályát ugyanúgy fönn kell tartani, tehát a pályára eső költségeket azt nem fogjuk megtakarítani, ez önbecsapás. Vonat nem így, ennyi lesz. Igen. Hozadéka. De azt mondják, hogy azért nem menjünk sem. Hogy egyszerűen nem tudja kiszolgálni a MÁV azokat a megrendeléseket, amelyek ezeket a vasútvonalakat érik. Erre mondtam ezt, itt röviden idézték is, hogy
hogy a magyar állam az nem a fogja a MÁV-nak. Tehát, hogyha a MÁV-nak nincs elég járműve és nincs elég személyzet, hogy kiszolgálja, akkor azt a kérdést föl lehet tenni, amit egyébként a cseh, a szlovák, a német, vagy a francia állam, vagy régiók föl tudnak tenni, hogy akkor kinyitják a versenyt. Franciaországban most folytak le ilyen tenderek, a francia államvasút megnyerte némelyiket, nem mindegyiket, de a többségét, de olcsóbban többet fog szolgáltatni, mert a verseny hatására hirtelen el kellett kezdenie magát egy picit rendbe rakni. A cseheknél a cseh államvasút kiszorult több fővonalról, mert cseh magánvasútak azt mondták, hogy ők az állam megbízásából, tehát az utasok emiatt nem fizetnek többet, az állam megbízásából hajlandók olcsóbban, több mint 20%-kal olcsóbban, és új vonatokkal ellátni szolgáltatást. Náluk vannak magánvasútak? Nyilván akár egyébként például ez a cseh magánvasút bejön Magyarországra is, nyilván lehetnének magyar magánvasútak is, ezek a cseheknél buszos vállalkozókból nőttek ki, de egyébként Magyarországon köztulajdonban itt van a Gyesef például, és gyakran nem beszélünk erről, hogy Győr-Moson-Sopron megyében senki nem akar mellékvonalat bezárni. Ott a Gyesef, ez kicsit olyan, mint Hongkong és Kína viszonya valahogy itt, hogy azt úgy elfogadtuk, hogy Győr-Moson-Sopron megyében minden 100-szor hatékonyabban működik, mint az ország többi részén. Ott a mellékvonalakon nincsen forgalmi személyzet, aki a tárcsával integet, hanem központi digitális forgalmirányítás van, ott vadonatúj vonatok járnak a mellékvonalakon, mert a Gyesev egy lényegesen hatékonyabban működő cég. Tehát egyébként azt a kérdést is fel lehet tenni, hogy egyébként biztos, hogy ha a MÁV ennyire rossz állapotban van, akkor mindenhol neki kell üzemeltetni, nem a pályát, hanem a rajta közlekedő vonatokat. Én csak azt említettem meg, hogy szerintem abba beletörődni, hogy a MÁV fölteszi a két kezét, hogy ő nem tudja ellátni a feladatát, miközben egyébként ugyanannyi vonata van, mint tavaly volt, ez nem biztos, hogy a legjobb. És valóban, ami pedig ez a problémának egy kis szelete, ez az egész regionális hálózat. A nagyobb szelete az a fővonalak kérdése, az, hogy az Intercity járműpark nagyon rossz állapotban van, ez nem ma keletkezett, tehát ez nem a, hogy mondjam, nem a mostani pillanat kritikája, de az biztos, hogy ebbe beavatkozás kell, és a fővonalakon pedig, én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy szerintem el kéne kezdenünk egy léptékkel annál nagyobban gondolkodni Magyarországon. Ha megnézzük, az összes környező európai ország ezt teszi, hogy mindig kikalapáljuk a pályahibákat és a pálya romlásokat, a sebességkorlátozásokat, hanem akár Budapest környékén, az elővárosi közlekedésben, akár a nagy távolsági közlekedésben egy évtizedre szóló nagy vízió jegyében versenyképes európai vasúti közlekedést kellene csinálnunk. Ez egy prioritásváltás. Magyarország ezt megtette, ez a kormány egyébként az autópálya hálózat kiépítésével ugyanekkorát előrelépett a közúthálózatban. Én azt szoktam néha megfogalmazni különböző európai példák bemutatásával, hogy a vasúton is érdemes lenne ekkorát. A vasútnak nincs kormányzati becsülete, kicsit olyan érzése van az embernek. Tehát ugye a reptér kell a kormánynak, tárgyal róla, a autópálya hálózatot ki akarta építeni, valahogy ez a vasút dolog, ez mindig csak pú. Szerintem át kell alakítani a vasútról való gondolkodást. Egyrészt ugye, ami 15 éve is szerintem fals volt mondogatás, hogy például azért kell bezárni mellékvonalakat, mert hogy nem elég hatékony, de azóta az emberiség szembesül a klímaváltozás hatásaival, a környezeti gondolkodásunk talán azt remélem picit átalakult, tehát az, hogy a vasút az nem csak a múlt közlekedési eszköze, hanem a jövője is, a legföntarthatóbb, a legklímabarátabb közlekedési mód földi közlekedésben, ezt egyre több ország fölismeri, ezért van az, hogy a lengyel kormány 1200 kilométernyi bezárt vasútvonal újranyitására készít most terveket, amiket a korábbi évtizedekben bezártak. Épp azért, mert ezzel látják a fenntartható közlekedés jövőjét. És persze volt ott egy is, uniós terv is, nem? Ott a nagysebességű vasutakra, finanszírozásra. Igen. Tehát szerintem a vasútról el kell kezdenünk Magyarországon másként gondolkodni, ez biztos, hogy azt jelenti, hogy többet kell költeni. Nyilván, hogyha uniós források rendelkezésre állnak, akkor ez könnyebb, de vannak más források is, autópályákat is építünk valamiből, az sem uniós pénzből megy. Én erre próbálom ráirányítani a figyelmet, hogy szerintem ebben kell Magyarországon egy léptékváltás, és valóban a vasút becsületét, de szerintem ez nem egy kormányzati kérdés önmagában. A magyar közbeszédben általánosságban a MÁV egy lesajnált valami, és sokat hogy mondjam, tesz is ezért. Hát, erre utaltam az előbb, hogy hát évtizedek óta a poénok tárgya a MÁV. Egyszer már végéltem ezt a BKV kapcsán, amikor a BKK-t létrehoztuk, amikor elkezdtük lecserélni a járműparkot, nem volt ez olyan sok ideje, 13 éve. És azért azt hiszem, hogy ahhoz képest, mint amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy milyen nehéz volt azt elmagyarázni riporthelyzetekben is, hogy miért kell a budapesti tömegközlekedés nem egy lesajnált ilyen múltból örökölt valamiként tekinteni, hanem igenis arra, hogy ez a város működőképességének, fenntartható jövőképének az áloga, szerintem ez átment. Szerintem a BKV mai helyzetében ezt már nem kell magyarázni senkinek. Szerintem a vasúton ez a fajta áttörés még előttünk van, és ebből a szemszögből nézve szerintem nagyon rossz irányba indulunk el, hogyha a regionális vasúti hálózatokat elkezdjük le. Előbb én felvetettem azokat a kormányzati döntéseket, amik a közlekedést is súlyosan érintik, hát hiszen itt olyan beruházások maradnak el, amik az ön tervei is voltak, vagy a szerelemgyerek, ha úgy tetszik. Tehát például a körvasút
megépítése Budapesten, a déli körvasút megépítése. Az, ha ez nem valósul meg, az mennyire hiányzik ebből a rendszerből, amit ő megálmodott? Vagy meg lehet-e építeni úgy egy korszerű vasúti rendszert, hogy ezekhez nem nyúlunk, mert nincs rá pénzünk? Az utolsó kérdésre a válasz egyértelműen az, hogy nem sajátítanám ki ezeket a beruházásokat, sokat igyekeztem tenni értük, de ezek kormánydöntésen alapuló régóta eltervezett ügyek. Például a déli körvasút fejlesztése több mint 100 évvel ezelőtt került be a MÁV stratégiájába, amikor nem csak én nem voltam még terve, de a nagyszüleim se. Jól haladunk. A déli körvasút kapcsán valóban föllángolt egy lokális ellenállás, amit a helyben lakók részéről valahol megértek, hiszen ők csak indirekt hasznait fogják ennek élvezni. Tehát saját élőhelyüket. Igen, bár nekik is jobb lesz, mert lesz zajvédő fal, ami jobban fogja védeni a vasút zajától őket. Nyilván, ha kevesebb autó jön be a városba, az számukra is hasznos, de értem azt, hogy ők lokálisan nem örülnek egy ilyen beruházásnak. Azt már kevésbé értem, hogy az Újbudai önkormányzat, de végképp a fővárosi önkormányzat miért áll be egy ilyen tiltakozás mögé, mikor közben korábban támogatták ezt a beruházást. De a lényeg, hogy szerintem nem szabad feladni a déli körvasút fejlesztésének a tervét. Ez a körvasút ugye háromféle célt is szolgál. Egyrészt, hogy Budapesten belül könnyebb legyen a vonatokat használni, például Budafokról le lehessen szállni az új vasúti megállókba, amik ebben a beruházásban megépülnének a Nádorkertnél, ott az új Moltorony Infopark térségébe, vagy a túloldalon a Művészetek Palotája mellett, ahol a Hévre vagy a kettes villamosra át lehet szállni. Az agglomerációból ingázókat, akiknek több vonat tudna járni, hiszen a fejpályaudvarokra, a déli pályaudvarra, a keletiben nem fér be több vonat, tehát a felújított vasútvonalainkon azért nem tud több vonat indulni, mert Budapest nem tudja fogadni. Tehát ha lenne körvasút, akkor Érdről vagy Gödöllő felől több vonat tudna bejönni Budapestre, és országosan is ez érdek, hiszen például Debrecenből a Balatonra, vagy Erdélyből Bécsbe, Budapesten át, akkor lehet vonatokat indítani, ha azok anélkül, hogy bemennének a keletibe és ott áldogálnának, át tudnak hasítani Budapesten, de az meg kell tudniuk állni valahol, és ezek a megállók ma hiányoznak, meg ez a kapacitás hiányzik. És végül, de nem utolsó sorban, a teherforgalom növelése az nem egy célja ennek a beruházásnak. Jó, ha nő a vasúti teherforgalom, mert azt jelenti, hogy kevesebb kamion van az utakon, de az célja viszont, hogy ha már itt ez egy transzeurópai koridor, és tehervonatok itt nagy számban mennek át ma is, emiatt nem fog több átmenni, ma is sok tehervonat megy itt át, akkor legalább a környéken lakókat megvédjük ettől, és épüljenek zajvédő falak. Ez a beruházás ugye most egy bírósági vita eredményeként megsemmisítették a környezetvédelmi engedélyét. Én abban bízom és azt szorgalmazom, hogy ezt minél hamarabb korrigálják ezeket a hibákat, amiket a bíróság talált, ezek egyébként elég apró hibák. Legyen meg újra a környezetvédelmi engedély, és az Európai Bizottság, mivel az EU is fontosnak tartja ezt a beruházást, hiszen ezek európai szempontból is fontos vasúti koridorok, hagyott egy kis kaput Magyarországnak. Ugye ezekről kevesebbet beszélünk, mikor egyébként ilyen együttműködés létrejön. Az EU hagyott egy kis kaput Magyarországnak, hogy azokat a pénzeket kicsit késve is meg tudja kapni, amik erre a beruházásra szólnának. Ez nem elúszott terv. És így talán ez nem egy elúszott terv. Én nagyon bízom benne, hogy sikerül megmenteni. Vitézi Dávid, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.